Van itt egy interjú, meglehetősen bőséges, amely arról szól, hogy hogyan látja az oktatási tárca államtitkára, hát hiszen igazából nincs oktatási tárca, és erre majd még vissza is térünk. Például a PISA felmérés eredményeit. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy eljött hozzá. Jó estét. Hadd emeljem ki rögtön itt az elején. Ugye a PISA sok kapcsán mondja azt, hogy ahelyett inkább arról kellene beszélni, hogy mit lehet tenni, hogy a jövőben javuljanak a mérés eredményei. És nekem szülőként erről az jutott eszembe, hogy kit érdekelnek a mérés eredményei, a gyerekem, hogy ő tudjon normálisan tanulni, és értékes anyagot tanuljon, és ne értelmetlen hülyeségeket. Hát igazából ezzel kéne foglalkozni, nem a mérés eredményének javításával, nem? Hát természetesen a mérés az csak jelez, mérés az tükröt tart mondjuk egy rosszul, vagy jól, reményeink szerint egyszer csak majd jól működő szisztémára. Tehát nem a mérésnek kell megfelelni, hanem a környezetünk, a 21. század elvárásainak, és annak, hogy boldogabb, szabadabb, autonómabb és sikeresebb gyerekeket tudjunk kibocsájtani az iskola rendszerből. Ez az interjú, Palkovics László interjúja, sok érdekes dolgot állított, és az egyikből már rögtön következik is egy kiszivárgott anyag másik megállapítása, hadd idézzem. Azt mondja, hogy a mérés fontos tanulsága az is, hogy az eredmények mennyire erősen függenek a családi háttértől, tehát a jó és a méltányos oktatáshoz való hozzáférésen is javítani kell, vagyis ezekben a családokban nem az tanulás az első, tehát a családokkal is tenni kell valamit. És akkor itt van egy másik történet, ami egy kiszivárgott, az oktatási államtitkárságról kiszivárgott anyag, amely azt latolgatja, hogy hogyan lehetne a hátrányos helyzetű gyermekeket egyfajta kötelező kollégiumi ellátásban részesítve oktatni tovább, tehát elszakítani a családtól. Ez meg egy régi jobbikos javaslat, ez Dúró Dórától évek óta halljuk. Az a helyzet, hogy a jó és méltányos oktatás az egy nagyon szép felirat, és nagyon támogatandó lenne. Az a megoldás, amit erre javasol ez a most kiderült javaslat, az egész egyszerűen felháborító. Egyrészt beleillik abban a sorba, amit már decemberben a PISA eredmények elemzésekor elkezdtek mondani, hogy gyakorlatilag ez az egész rossz eredmény, ez a hátrányos helyzetű gyerekek miatt van, meg persze a tanárok miatt, meg minden. Tehát kezdték rájuk tolni a felelősséget. Holott az derült ki elsősorban a PISA-ból, a PISA eredményekből, hogy az erősen szegregáló magyar oktatási rendszer rettenetes problémákat okoz. És most erre a szegregáció által okozott súlyos problémára azt gondolják, hogy egy még erősebb szegregáció majd megoldást fog hozni. Tehát zárjuk össze el a többiektől ezeket a nehéz sorsú gyerekeket, és akkor majd ott velük történik valami. A másik, ami szerintem egyébként egészen elképesztő, és tényleg nem tudok nyugodtan beszélni róla, hogy ebben az egészben van egy olyan fajta attitűd, amit már sokszor tapasztaltunk ennek a kormányzatnak a részéről, mint hogyha itt a gyerekek egyfajta darabáru lenne, amit ide-oda lehet egyik raktárból a másikba rakosgatni, holott itt gyerekekről van szó, emberi életekről van szó, családokról van szó, hogy gondolják azt, hogy bármilyen egyébként oktatási problémát ennyire embertelen és a családokra, azokra az életekre tekintet nélküli megoldással lehetne orvosolni. Én azt gondolom, hogy vannak pedagógiai módszerek, egyébként is hiszek az együttnevelésben, ebbe az irányba kéne elindulni, és nem pedig leválasztani azokat, akik amúgy is szakadnak le a társadalomról. Zavarják az eredményes oktatást, zavarják az eredményt magát, lásd PISA jelentés, hogyan lehet jobb eredményt elérni. Hát ezek a gyerekek nem vesznek részt ebben a felmérésben, és rögtön nem látszik, hogy nem tudnak valamit. Igen, és akkor tehát akkor tudunk javítani a mérési eredményeken, és nem javítunk a helyzetünkön, nem javítunk azokon a nagyon súlyos problémákon, amiket egyébként a PISA eredmény is feltár, vagy a Jobbik programja, nem tudom, hogy Palkovics László magáénak tekinti-e már ezt a Jobbikos programot, azzal szokta indokolni ezt a kollégiumi gondolkodást, hogy vigyük el a hátrányos helyzetű gyerekeket, ugye jobbára a roma gyerekekről beszélünk itt ilyenkor ebben a gondolatkörben, mert hogy rendezettebb lesz az ellátásuk, rendezettebb lesznek a körülményeik, egységesebb lesz az oktatásuk, tehát ővelük akkor lehetne foglalkozni. Ez így nagyon egyszerűen hangoztatva, nagyon jól is hangzik.
Mi ezzel a hiba? Hát én nem tudom, én ezt egyáltalán nem hallom semmilyen formában jól hangzónak. Hát, hát egyszerűen gyerekeket kiemelni a családból, az csak nagyon szélsőséges esetben megengedett. Hát kérdezzenek meg gyermekjogi vagy gyermekvédelemmel foglalkozó szakembereket, pszichológusokat. Hát ilyet nem lehet csinálni. A gyereknek alapvetően a családjában van a jó helye. Az, hogy egyébként milyen módon kéne egyrészt ezeket a családokat megsegíteni, másrészt a korai fejlesztéssel, a korai a szocializáció korai megsegítésével megsegíteni, az egy másik tematika, és egyébként is azon is el kell gondolkoznunk, és ez az egész szisztémában egy nagyon súlyos probléma, hogy ezek a gyerekek, akiket olyan hasznavehetetlennek, meg nehezen kezelhetőnek gondol a magyar iskola rendszer, ezek egyszerűen csak nem felelnek meg annak a működési módnak, annak a kódolt értékelvárási rendszernek, ami a középosztálybeli fehér gyerekekre van kitalálva. Ezek a gyerekek egyáltalán nem rosszabb képességűek, egyáltalán nem butábbak, ugyanolyan okosak, mint az összes többi, más kompetenciáik vannak, olyan kompetenciáik, olyan képességeik, amiket nem is ismer fel az iskola, és nem is értékel így aztán. Nagyon elmegy az idő, muszáj volt erről beszélnünk, úgyhogy én örülök neki, hogy ennyi időt tudtunk szánni. A hvg.hu-s cikk nagyon bölcsen rákérdez arra, hogy ha ekkora a probléma a fiatalok nevelésével és a hátrányos helyzetűekkel, akkor a 16 éves kori határú tankötelezettséget nem akarja a kormány felemelni. Erre az a válasz, hogy a Palkovics László száját, hogy a családjuk nyomására ezek a gyerekek 16 éves korban elmennek közmunkára. Ez itt a probléma. Igen, hát Balogh Zoltán is már mondta nagyon bölcsen, hogy akit 16 évesen vonz a közmunkavirága, az miért is nem mehetne el dolgozni? Mert az olyan vonzó lehet. Hát azt gondolom, hogy olyan kényszerpályára és olyan rettenetes életre ítélik ezeket a gyerekeket azok, akik ilyen mondatokat engednek meg maguknak, amit innen kényelmes fűtött lakásokból és stúdiókból el se tudunk képzelni. Én azt gondolom, hogy minél tovább adunk esélyt egy gyereknek arra, hogy fejlődjön, hogy fejlessze magát, hogy megtalálja a saját maga képességei kibontakoztatásának az útját, annál jobban jár az a gyerek, és egyébként annál jobban jár a társadalom is. A közmunkára 16 évesen bekényszerült gyerekek lehet, hogy aktuálisan tudnak egy kis pénzt hazavinni, de alapvetően arra vannak ítélve, hogy munkanélküliek legyenek, hogy beleragadjanak egy ilyen teljesen perspektíva nélküli életbe. Ha valaki elvesztette az idővel a fonalat, hogy a Tanítanék Mozgalom miért küzd, vagy mi ellen küzd, akkor nagyjából itt most képet is kaptak róla. Holnap lesz egy tüntetés, ebben a szudal időben is lesz? Hát igen, ez az szinte a legfontosabb dolog, amiről ma kell beszélnem. Egy nagyon hosszú, több mint 2 órás válság megbeszélésről jövök. És az a helyzet, hogy beszéltünk az Országos Meteorológiai Szolgálattal és mindenféle szakértővel, és mivel azt gondoljuk, hogy semmiképpen nem szeretnénk senkinek a testi épségét és a biztonságát kockáztatni, és holnap, ha hinni lehet az előrejelzéseknek, akkor még a mainál is súlyosabb ónos esős időjárás lesz. Ezért... Hát azt kell mondanom, hogy bár a köznevelési törvényt azt vitatjuk, de az időjárás törvényeivel nem fogunk tudni dacolni, és ezért holnap nem tartjuk meg a tüntetésünket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ez a tüntetés elmarad. Úgy döntöttük, hogy megvárjuk, hogy Putyinnal elmenjen a rossz idő, és vasárnapra tesszük át a civilek napjára tervezett tüntetésünket. Ugye holnap lenne a civilek napja, február 1-e. Azt gondolom, hogy vasárnapot meg kinevezhetjük a civil kurázsi napjának, és megtartjuk ugyanazt a rendezvényünket, amit holnapra terveztünk. Állítólag vasárnap maximum eső lesz, az meg a tanítanékos tüntetéseknek majdnem kötelező velejárója, úgyhogy annak állunk elébe, és azt gondoljuk, hogy nagyon is aktuális, hogy kiálljunk, hogy megmutassuk egyrészt a szolidaritásunkat mindazon betámadott civil szervezetekkel, akik nagyon sokszor az állam helyett végeznek áldozatos munkát mindenféle területen, és akik élnek a véleménynyilvánítás szabadságával, és hogy megmutassuk, hogy mi magunk civilek is élhetünk ezzel a
szabadsággal, és hogy megmutassuk, hogy milyen tettekre vagyunk képesek így együtt. Aki csatlakozna vasárnap. Vasárnap mindenképpen, holnap senki ne úgy induljon úgy. Meg fogják tudni az természetesen most este már a rendőrséggel is egyeztettünk, és minden felületen igyekszünk tájékoztatni mindenkit, hogy holnap nem biztonságos, ne jöjjenek, vasárnap jöjjön mindenki, egy szuper vasárnap délutáni programot fogunk csinálni. A Tanítani Mozgalom egyik vezetője, Törlei Katalin volt a vendégünk, köszönöm szépen. Köszönöm.